Az Index internetes újság és a Závesz Research készített felmérést arról, mit gondolnak az emberek a hajléktalanokról. A kutatás országos és reprezentatív volt, azaz tükrözi a magyarok véleményét. A hajléktalanságot nem kell büntetni a válaszadók 70%-a szerint. A többség nem hiszi, hogy a hajléktalanok kizárólag maguk tehetnek a helyzetükről. A válaszadók majdnem kétharmada úgy véli, a fedél nélkül élők nem bűnözők, hanem elesettek, akik segítségre szorulnak. Ugyanakkor sokan vannak, arányuk 35%, akik nem szeretnének hajléktalanokkal találkozni az utcákon, tereken. Ez főként a budapestiekre, a nőkre és a felsőfokú végzettségűekre jellemző. Feltűnő, hogy a Fidesz szavazóinak rosszabb a véleménye az utcán élőkről, mint más pártok híveinek. Az október 15-től érvényes új törvény ellen, amely tiltja az utcai életvitelt, folyamatosan és sokan tiltakoznak különféle módokon. Egy petíció is készült, amit már több mint 4300 ember támogat országszerte, köztük írók, művészek, tudósok. Meskó Eszter is aláírta a tiltakozást. Azt gondolom, hogy ez egy végtelenül cinikus és embertelen jogszabály és eljárás. Mondjuk röviden ennyi. A hajléktalanság nyilván nem bűncselekmény, az emberek nem jó kedvükben laknak az utcán olyan borzasztó körülmények között. Nyilván nagyon sok oka lehet, hogy valaki oda került, de semmiképp sem bűnöző, mint ahogy bűnözőként tekintenek rájuk, és ez szerintem felháborító. A petíció szegedi aláírói között van Kosztolányi József is. Ő úgy véli, nagyon veszélyes a társadalomra nézve, ha a szegény embereket bűnösnek nyilvánít a hatalom. Egy lehetetlen dolog, hogy valakit szociális helyzete miatt kriminalizáljanak. A jogászok azt mondják, hogy ez alaptörvény ellenes is, ezt én nem tudom, mert nem értek hozzá, de ez mindenféleképpen fölháborító. Tehát azt a fajta társadalmi szolidaritást szünteti meg, ami egyébként alig van, hatalmi szóval, ami egyébként létezhetne. Ez nem azt jelenti, hogy én nekem tetszik, hogy az utcán vannak a hajléktalanok. Nem jó, hogy ott vannak. A már idézett közvéleménykutatás eredménye szerint a magyarok többsége a hajléktalan szállók fejlesztését és az otthontalan emberek munkához segítését tartja helyes megoldásnak.